Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Taurus Quorum Petit Podcast csatorna, és a Grimmaus Recording Stúdióból jelentkezünk. Én Tóth Xenia vagyok. Én pedig Herman Zsófia. Mai témánk az Euforárt, és két vendégünk is van, Pataki Luca és Mély József. Kérlek titeket, mutatkozzatok be nekem pár mondatban. Hölgyek ki az elsőbség? Igen. Szóval Pataki Luca vagyok, a Képzőművészeti Egyetemen végeztem júniusban festőszakon, és párszor részt vettem euforátos projektben, szóval valamennyire kívülről, belülről beleláttam. Én meg a Képzőművészeti Egyetemen tanítok, és aztán majd el fogjuk magyarázni szerintem, mi ez az euforát, de hogy ez egy nemzetközi projekt, és ennek egyik vezetője én voltam. Vagyok. Köszönjük. Akkor talán bevezetőnek kezdhetjük is, hogy kitárgyaljuk, hogy mi is ez a projekt, minek a keretében valósul meg, és hogy hogy jött ez be a képzőre ez a projekt. 3 évvel ezelőtt indult egy EU-s projekt, ami hát létfontosságú a képző számára. A képző vezeti ezt az EU-s projektet, és 4 képzőművészeti egyetemnek az együttműködését takarja. A rigai, dresdai, római és a budapesti képzőművészeti egyetemek, főiskoláknak az együttműködése, és a célja, az általános célja az az, hogy valahogy megnyíljon az oktatás egymás között. Tehát, hogy lehessen ide-oda szánkózni a különböző egyetemek között, egy fél évet itt elvégezni, aztán visszatérni az anyaegyetemhez, vagy valahogy másként, és ez egy ilyen pilot projekt, ami megpróbálja egyáltalán letapogatni, hogy lehetséges ez a nyitás. De akkor ez nagyon hasonló az Erasmus programhoz, vagy ez a kibővített Erasmus lehetőségét vizsgálja, és elég jó kis együttműködés született, döcögve indult, meg hát a Covid majdnem megölte az egészet, mert ugye arra épült, hogy az emberek ide-oda utazgassanak, és aztán épp ez nem lehetett. Na és akkor ennek a nagyobb projektnek, ami így a kurrikulum megnyitását célozza, ennek a nagyobb projektnek van egy kisebb része, ami ilyen mobilitási programokból áll, illetve kiállítási programokból. Én a kiállítási programokban voltam benne, Luca is, meg te mozogtál is, ugye? Valamennyit. Nem, én Erasmus-szal voltam. Na, hát akkor valamennyit, a kiállítások miatt. Igen. Szóval mozogtunk is egy kicsit. De ezt hogy kell elképzelni, hogy mind diák besegítettél a programba, vagy? Nem, inkább résztvevő voltam, de voltak diákok, akik mint szervezők, vagy mint lebonyolítók vettek részt ebben az egészben. És ennek ez hogy működött, hogy jelentkeztél rá, vagy hökös voltál esetleg, vagy mi volt a folyamat, hogy eljutottál oda, hogy részt vettél egy ilyen projektben? Volt nyílt pályázat, és akkor azon keresztül igazából, tehát így a legegyszerűbb, utána már így az ismerősökön keresztül már könnyebb volt bevonódni, de először egy nyílt pályázaton keresztül, mármint úgy nyílt, hogy az egyetemen belül volt meghirdetve. Ugye az volt, hogy több lába van ennek a projektnek, az egyik, azt találtuk így közösen a nemzetközi partnerekkel, hogy hát hogy is lehetne ezt mondjuk kiállításokon meg bemutatkozó projekteken keresztül összefonni ezeket az intézményeket. És akkor én ennek a magyarországi felelőse lettem ezeknek a kiállítási projekteknek, és először azt találtuk ki, hogy legyen egy helyi projekt, amiben magyar résztvevők vannak, és aztán ezeket utána folyassuk össze a többieknek az elképzeléseivel. Volt egy általános ernyő téma, ez az emlékezet volt, ami hát borzasztó tág, és szinte minden belefér, az egyéni, meg a kollektív emlékezet is, meg történelem és minden egyéb. És aztán minden egyetem valahogy ezt a hívószót, az emlékezet hívószavát próbálta meg kicsit bővíteni vagy szűkíteni, és nálunk is ez történt. Hát tulajdonképpen én, mint kurátor, meg egy fél éves kurzus tartó tanár voltam ennek itthon a koordinátora, és én közösen a hallgatókkal próbáltuk valahogy ezt a témát szűkíteni, és akkor így jutottunk el a Falansternek a témájához, ami hát nagyon sokrétű, mert egyrészt van az a Falanster, amit eredetileg Fourier, az utópista
szocialista kitalált még a 19. század első felében, ami egy utópikus projekt volt, és van a másik fajta falanszter, amikor ezt a Fourier-féle találmányt negatív konnotációban ismerjük, ez a Madács ember tragédiájának a falanszter jelenete. Tehát ez volt az alaptémánk, a falanszter, és a Lucának az egyik munkája is ez alatt a fél éves előkészítő munka alatt készült, és ebből lett aztán egy elég bonyolult kiállítási projekt. De ezt most úgy kell elképzelni, hogy akkor megvalósítottátok ezt a projektet, gondolom egy kiállítás lett az eredménye, hát és ez, akkor ez egy vándorkiállítás lett, hogy átment máshova, vagy pedig igen, maga a diákok mentek át, mint egy Erasmus-szal? Bonyolultabb volt, tehát az egy szimpla kiállításnál kicsit bonyolultabb volt a helyzet. Ez egy egész projektsorozat volt, ugye? Tehát több napra lebontva a köztéri alkotások voltak láthatóak, így leginkább az Andrássy út, Városliget környékén, és aztán ennek az volt a következő lépése, hogy a többi egyetemhez eljussanak ezek a munkák, amik végül meg is valósultak. Tehát az én munkám például Rigában volt látható, szintén egy... Bocsánat, én még visszalépnék még egyet, hogy ezeket a projekteket úgy kell elképzelni, hogy ezeket a kisebb projekteket, hogy tárlatvezetést csináltatok Nem, akkor még nekifutok még egyszer, jó? Tehát, hogy a lényege az volt, hogy egy fél éves kurzus volt, ahol együtt gondolkoztunk, én néha tartottam egy-egy előadást az emlékezetről, a falanszterről, voltak viták, beszélgetések, és közben alakultak ki a koncepciók, hogy az egyes hallgatók, 20-valahány hallgató állított ki végül, 28, ha jól emlékszem. És csak festőszakról, vagy minden? Nem, festő, grafika, szobrász. Ez van benne, ilyen klasszikus projekt ez az Euforárt. És aztán a hallgatók kialakítottak egy tervezetet, ezt volt egy ilyen terv, meg néha meg is valósult, Luca esetében például megvalósult, hogy külföldi szakemberek ezekről a más egyetemekről véleményezik, és megmondják, feltesznek ezzel kapcsolatban kérdéseket, tehát így összefűződött a külföldi partnerekkel is, és az volt a projekteknek az egyik előfeltétele, hogy ki kell menni vele a köztérbe. Tehát, hogy gerilla módra. Tehát, hogy nem foglalunk helyet, nem kérünk engedélyt, hanem valahogy ezeket a projekteket úgy kell megtervezni, hogy a köztérre menjenek ki. És akkor a Lucájé például ott az Andrássy úti külső sávban parkoló furgonban zajlott le. Nekem most az jutott terveztem, hogy tudtak-e olyan műalkotásra, ami még a mai napig kint van, vagy a legtöbb alkotás ilyen mobilis volt, hogy mondjuk egyszeri alkalmat lehet fel, mert én például tudok egy, ami még mindig látható a Városligetben. Ez a Bálintnak a munkája, nem a Gubányi Bálint munkája, igen. Van egy-kettő szerintem. Szerintem még a Jakab Borinak a virágai is, valahol növények még szerintem is kapaszkodnak. Uh-huh. De ha jobban belegondolunk, lehet, hogy még nyomok vannak itt-ott-amott. Szóval ezek rövid távra szóló projektek voltak, egy-két napig vagy pár óráig voltak láthatóak a köztérben, és utána bevonultunk galéria térbe, tehát olyan verzió is készült, amikor a Profil galériában, ami tavaly nyílt a Margit körúton, az egyetemnek a kis kiegészítő galériája, szóval ott is volt egy nagyobb kiállítás ezekből a munkákból. És aztán ezekből a munkákból kerültek ki külföldre is közös kiállításokba alkotások, úgyhogy a Lucájé Rigában volt, illetve egy másik projektjét meghívták, vagy anyagát meghívták Dresdába egy nagyobb közös kiállításra is. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ez egy sikeres projekt volt végül is? Hát mondhatjuk, ez nem, jól hangzik, amit mondok. Nekem nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, tehát nekem nagyon jó volt a nemzetközi együttműködés is, a hallgatókkal való együttműködés, ez a kicsit szabadabb keretek között, hogy lehet egyáltalán feltörni ilyen műtermi közegeket, és hogy lehet onnan kiléptetni embereket, ez nagyon jó tapasztalat volt, mert egy hasonló projektet elkezdtem egy-két évvel ezelőtt az egyetemen, és azzal nagyon beleálltam a
földbe, tehát akkor nem sikerült sehogy se, hiába erőlködtem, és nagyon sok energiát beleraktam, hogy így szakoktól függetlenül hallgatókat megmozgassak, és a végén nagyon-nagyon nem lett belőle semmi, és az a kudarc most nagyon mozgatott engem. Igen, így diákként belelátva is amúgy egy teljesen szinte független érzés volt az intézménytől, tehát hogy olyan együttműködés, hogy olyan háló jött létre így a tanárok vagy a segítők és a diákok között is, ami egy olyan tapasztalatot is nyújtott, amihez nem lehet mérni mondjuk a korábbi kiállítás előkészületeket. Tehát ez egy kimerítőbb folyamat volt, mint bármikor máskor. Számomra legalábbis. És a jövőbeli projektekkel mi a helyzetet? Akkor ezt mondhatjuk egy sikeresnek, én ezt állítom, hogy akkor a jövő az hogy néz ki? Lesznek? A jövő már egy kicsit benne volt a múltban, mert hogy tavaly augusztusban a meghívást kaptunk ezzel a projekttel a Pannonhalmi Főapátságnak az Arcus Temporum fesztiváljára. Mondjuk könnyen kaptunk meghívást, mert én vagyok a művészeti tanácsadója a főapátságnak, úgyhogy ez kicsit úgy cinkelt kártyákkal játszottunk, de hogy elmentünk oda, és egy kollektív munkát hoztunk létre a hallgatókkal. Luca is ott volt. És egy... Továbbra is 21 diákkal? Vagy most hát 20-20-an voltunk körülbelül, tehát hogy egy hasonló csoport, nem mindenki jött el, vagy nem mindenki ért rá, de ott egy kollektív helyben rögtönzött, 2-3 nap alatt létrejött alkotásról volt szó, és ez annyira jól sikerült, hogy a szerzeteseknek is tetszett, hogy aztán idén is augusztusban megint mentünk, és megint létrehoztunk valamit, csak most vittünk magunkkal lett meg német hallgatókat is. Úgyhogy ez még keményebb volt, ugye a nyelvi és egyéb kulturális határvonalak áttörése az megint csak nehéznek bizonyul, de hogy a jövődvel összekössem, jövőre is megyünk, tehát hogy a fesztivál, tehát hogy azért annyira nem cinkelt a dolog, hogy nem mondhatnák azt a szerzetesek, hogy na ezek soha többé ne jöjjenek, de hogy jövőre már előre szóltak az utolsó napon, hogy na akkor jövőre is csináljuk, mert nekik is annyira tetszett. Luca, mondasz két szót erről, vagy? Én mindkét alkalommal részt vettem, és mindkét alkalommal ez a 3 napos feszített tempó végére valami összeállt, amiről mondjuk nem is gondoltam volna, hogy össze tud állni. Szóval egy abszolút nagyon jó tapasztalattal érkeztünk mindjárt haza szerintem, és hasonlóan az előző projekthez ez is egy olyan esemény volt, ami nem egy szokványos, minden alkalommal így létrejönne a képzőn, tehát... Meg idomulni is kellett, tehát hogy azért ez mégiscsak egy bencés kolostor, és ennek a Boldogasszony kápolnájában tartottuk mind a kétszer tehát oda került a két projekt, installáció, illetve egy performatív projekt idén, és hát azért annak vannak keretei, hogy mit lehet egy olyan kápolnában csinálni, ahova egyébként a szerzetesek temetkeznek az altempóban, a kriptában. Tehát, hogy azért az úgy ott van súlyként az emberen, hogy na akkor hiába vagyok radikális feminista, akkor itt valahogy ezt hozzá kell valahogy feszíteni ehhez a kerethez. Hát az első alkalommal akkor találkoztunk élőben, vagy személyesen először, mert ez a fél éves kurzus, ami megelőzte a kiállítást, a falanszteres kiállítást, az végig online zajlott. Tehát augusztusban ez volt az első alkalom, amikor az egész csoport személyesen találkozott, és ugye azt követő ősszel jött létre a kiállítás. És egyébként hogy érzitek, hogy ez a folyamat elindított egy ilyen művész-tanár barátságot is? Tehát, hogy egy ilyen összekovácsoló dolog is lett, mert hogy akkor online térbe zajlott így a legtöbb,
ilyen alkalom, és aztán kilépett a valóságba, és akkor ez egy olyan projekt is, ami tehát, hogy a jövőben is esetleg más dolgok kapcsán is fognak ezek a művészek vajon közreműködni, vagy együtt dolgozni? Hát egy ilyet is elindított? Nehéz ezt megmondani. Nagyon más oldalról sikerült megismerni hallgatókat, és hát ez olyan, mint tényleg, hogy most így ennyi munka után, vagy közös munka után nyilván az ember tudja, hogy ki az, akiben vakon meg lehet bízni, és ki az, akiben nagyon komoly potenciál van. Szóval nagyon más lett, nyilván egy esztétika előadás azért az nagyon más, mint egy ilyen együttműködés. És akkor új diákoknak is van lehetősége arra, hogy becsatlakozzanak ebbe a programba, ugye? Vagy csak is, például és kizárólag diákoknak? Elvégezte már, elballagott, úgymond. Akkor. Most épp lebeg az egész, mert az EU-tól függ, hogy milyen módon folytatódhat a projekt. Tehát most éppen október 31-ével jár le az első etap, és utána most sokféle variáció van, hogy hogyan folytatódhat a projekt, egyelőre még ezt nem lehet tudni. Jó az együttműködés az egyetemek között, tehát hogy nagyon érdekes közösségek jöttek létre, tanárok, diákok között kapcsolatok, úgyhogy az biztos, hogy megmarad, és hát annyira ritkássá vált azért mondjuk a képzőnek a nemzetközi kapcsolatrendszere az elmúlt egy-két évtizedben, hogy ez egy hatalmas ugrás, és amikor mondjuk Dresdában voltunk ezzel a kiállítással, nem tudom, Luca, neked milyen volt, de hát ott azért jó volt együtt a hallgatókkal és a kinti dolgozókkal együtt. Abszolút. Tehát ez egy más helyzet. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és elmeséltétek nekünk ezeket a történeteket, valamint, hogy így jobban belelátunk ebbe a programba, vagy a program egészébe. És most a hallgatósághoz szólnék, hogy ti mit gondoltok erről? Volt-e ismeretetek az EU4Ends programról, vagy esetleg teljesen újdonságként hatott? Láttátok ezeket a köztéri projekteket? Tényleg, igen, írjátok meg, vagy akár fotót is küldjetek, hogyha van esetleg valamelyikről. Az Instagramon megtalálható, egyébként elég bonyolult megtalálni, de fönn vannak. Majd most akkor közé is fogjuk mi is tenni, vagy belinkeljük ezeket. És köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!